Rudics Irma, élelmiszeripari mérnök azokról az alapinformációkról beszélt, amelyekre gyártóként és forgalmazóként is fontos odafigyelni a termelőknek. Kiemelte annak a fontosságát, hogy felelősségteljes gyártókat képezzenek a termelőkből. A márka minőségi garanciát is biztosít, mivel a bevizsgálás a vásárlók és a fogyasztók számára növeli a termelő iránti bizalmat. Milyen környezetet kell biztosítani az élelmiszerek előállításához, illetve milyen törvényes rendelkezések szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán egy élelmiszer forgalomba kerüljön. A termelők is ennek a minőségi bevizsgálásnak örültek a legjobban. Ezzel számukra új piacok nyílhatnak meg, és növelhetik bevételeiket. Mikor megjelentünk, akkor lett elmagyarázva, hogy végigvezetnek bennünket mindenen, hogy a termékeinkbe lesznek vizsgáltatva, hogy bárhol árulhassuk őket, ami sokkal többet jelent, mint így, hogy az emberek nem is tudják, honnan érkezik, mit tartalmaz, így meg minden legális. Ábrahám Csilla megjegyezte, a projektnek köszönhetően a Juliska márka most bontogatja szárnyait, nagy perspektívát lát a kiterjesztésében. Folytatódnia kellett, és még nincs befejezve, azt gondolom, mert ahogy különböző piaci mozgások vannak, ahogy a törvényes előírások változnak, mindig le kell követni ezeket, ahhoz, hogy biztonsággal értékesíteni tudják a termelők ezeket a fincsi termékeket. A projekt vezetői már dolgoznak egy megfelelő webáruház kialakításán, de ne lepődjünk meg, ha a helyi piacokon vagy a boltok polcain is megjelenik néhány Juliska márkájú termék.